Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a kártyánál. Itt látható ez a virágcsokor, és az jelent egy kellemes meglepetést, egy ajándékot, vagy egy meghívást. Amennyiben munkáról van szó, akkor egy kreatív tevékenységet. Tehát ő tervez valamit, és ez lehet egy kellemes meglepetés. A második kérdés az lenne, hogy hogy érzi magát. Nála jelenleg minden olyan átláthatatlan, erre utal ez a felhő. Amit ez a felhő még jelenthet, hogy vannak félelmei, ő kicsit bizonytalan. Ez a kártya jelent fél évet is, és az arra is utalhat, hogy ő fél éven belül szeretné az álmait megvalósítani. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled, milyen lépéseket tesz irányodba. Itt lesz mozgás, előre mennek az események, ő közeledik hozzád. A képen ugyan egy hölgy látható, de a kártyának szimbolikus jelentése van, és utal a mozgásra. Ez lehet sport, vagy autó is. De látható ez a közeledés. Ez a kártya néha jelent utazásokat is, és lehet ez egy meghívás, mert szeretne veled elutazni valahova. Az is lehet, hogy ő külföldön él, és vagy meglátogat téged, vagy jön egy meghívás, és szeretné azt, ha te látogatnád meg őt, és ez kialakul fél éven belül. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!